Az esélytelenek nyugalmával vágott neki a bronzpárharcnak a Nyíregyháza az elmúlt évek meghatározó csapatának számító Berettyó Újfalu ellen. Ehhez képest az első meccsen 3-3-as döntetlen után 6 méteresekkel elvette a pálya előnyt Lovas Norbert együttese. A második mérkőzést 5-1-re nyerték a Continental Arénában Öreglakiék, majd következett egy 7-2-es idegenbeli vereség. A harmadik hely sorsa hétfőn dőlt el, a negyedik meccsen 5-3-ra nyert az A-stúdió, lezárva ezzel a párharcot. Nagyon örülünk ennek a teljesítménynek, hogy ez így kijött belőlünk, és meg tudtuk verni a Berettyóújfalut, amit tényleg tehát szakmán belül se gondolt senki, hogy mi itt képesek leszünk erre, viszont az első meccsen ez a büntető párbajos győzelem az nagyon sokat segített ebben, és a második meccsen itthon pedig egy, nem mondom azt, hogy álomjátékkal, de egy nagyon-nagyon nagy győzelmet arattunk. Azután volt az a nagy arányú vereség, de az egyébként benne volt a pakliba, mert nem voltunk még ilyen helyzetben, kisárgultunk, sérültek lettek, újabb sérültek lettek, és nagyon elfogytunk. Viszont az utolsó meccsen, hétfőn, a negyedik mérkőzésen ott aztán mindenki mindent beladott, és szerencsénk volt, és ott egyébként szerintem azon a meccsen játszottunk a legjobban. Remek kapus teljesítmények voltak ezen a bronzcsatában mindegyik mérkőzésen, és ezért is tudtuk ezt a bronzérmet megszerezni. A nyíregyháziak az alapszakaszt az 5. helyen zárták, a felsőházi rájátszást a 4. helyen fejezték be, az éremért kiírt párharcban pedig ismét léptek egyet előre. Meg volt fogalmazva egy reális cél bajnokság előtt, hogy a felsőházba jussunk. Ahogy ez megtörtént, utána újabb reális célt tűztek ki a vezetők. Ott pedig a 4. hely megszerzése volt. Mivel ezt is teljesítettük, ezért nem mondták ki, de bíztak abban, hogy mindenki átérzi ennek a fontosságát és a jelentőségét is, hogy tényleg történelmet tudunk írni. És szerencsére ezt megtettük, és nagyon boldogok vagyunk, mert így tényleg felkerültünk a futsal térképre, és arra a könyvekben is ott leszünk, tehát a 3. helyzetet ugyanúgy jegyzik. Borzasztó nagy siker ez ennek a városnak is szerintem, mert ilyen még nem volt, és rendkívül jó volt látni, hogy ennyien kijöttek és megtöltötték szinte az arénát. Ezt külön köszönjük a szurkolóknak, mert nagyon nélkülük nem sikerült volna. A bajnoki címet a Haladás VSS szerezte meg, miután a döntőben 3-1-es összesítéssel múlta felül a Kecskemétet. A Nyírbátor az alsóházi rájátszás megnyerve a 7. helyen végzett az NB1-ben. A nyíregyházi légiósok hazautaztak, a többiek is szabadságukat töltik. A felkészülést július 2. hetében kezdi el az A-stúdió Nyíregyháza.